Na, hát szervusztok, sziasztok, itten vagyunk, és néha még játszunk is. Méghozzá legyőztük a legyőzhetetlent, ugye az a személyt, aki halhatatlan, hát és mégis meghalt. Úgyhogy át is jöttünk egy új területre, a mocsaras részre. És innen szépen folytatjuk is a dolgokat, megpróbáljuk felfedezni ezt a vidéket is. Elég rusnya ez a víz. Ajaj. Próbálkozott, de nem hagytuk magunkat. Már látom, hogy a nyersanyag az azért itt a vízben eléggé nehezen felfedezhető lesz. Na mit találtam? Mászott az. És sebzést okoz neki. De egyelőre nem variálunk. Nagyon fogy a lőszer. Nagyon kívánkozik adni, úgy látom. Ez a hang nem tetszik. Mert ez egy nagyobb ellenfelet jelöl mindig. De most nem látom, hogy honnan jön. Ő az.
Ez a földön úszva megcsapott. Hát jó. This isn't looking good. Jó, azt a parazitáknak úgy kell elvinkeznek, hogy akkor oda megyünk gyorsan és lecsapjuk. Here they come. Az vicc egyébként, hogy nem tudnak olyan veszélyesen. Odafigyelés egészen legyőzhető, persze sokan vannak az gáz. Okay, as it should. Come on.
munkád. What is that? Aha. Tanad meg! Vannak nekünk kopanyáink. Mi az istenre, ha használjuk őket? Már menőzünk, hogy nagyon helyettük. Milyen rezisztenciával rendelkezett Banya? Lefeküdt pihenni, és addig közölte, hogy ő védett. Ez durva. Yeah!
Jó, kedves kutyám, már egészen sokáig, egészen hat tudtunk haladni. Jaj, de bekeretettünk őt. Az túl, hogy tökre nem tudnak veszélyes ellenfeleknek. És mégis. Aha. Ez nem tetszik, ez a jószág. Ez tetszik, hogy előre megy, aztán levadász őket. Is that all you got? No!
rough. Kettő is volt egymás mellett. És idézgeti meg ezeket a kis szörnyeket. De jó, hogy... Hoppá! Ez a korrózióvédelmet is kell szereznem kellene. Mint berózsásadó. Kicsit tüsszögünk, azt hiszem. Kicsit megfáztuk. Szeretem szerintem semmiből. És a védelem a kis fickóra.
faj az mi? Mi vagy? Már ilyen nem élet találkoztunk. Hát ez mi volt? Milyen volt még? Amilyen veszélyes. Visszatért a kopi. Elment vadászni, aztán ide csábította nekünk. Szúszhatók. Hármat hozzáraktunk. Azt ráköltöttük így. Tetszik az, hogy a hatást maximalizáljuk. Ott van valami, és világít, azt azért visszamehetünk. A
azt szerintem mi hagytuk ott? Nem hagytuk ott, de ebből fogunk tudni csinálni. Nem gyerkőcet, hanem hogy hívják ott. Még egy sárkány sárdot. Nézzünk föl erre. Ezért szeretem ezt a pisztolyt, mert kellően pontos. A képítőnek például nagyon nagy volt a szórása. De most nem megyünk arra, ez egy bejárat. Valószínűleg be is sukodott. Mármint, hogy eltűnt a labirint kívül, megmaradt, nem? Aha. Ezt máskor is nyitogathatunk vele. Ez jó, mert ezt szereztük be a kis élő halott királykájtól. Azt hitte keményebb lesz, majd odaadja nekünk, hogyha viszünk neki valami szörnynek a szívét. De hát nem lehet csak úgy rávenni a dolgokra. Ez de halhatatlan. Hát nem, bebizonyítottuk, hogy én nem. Korábbi harcaink helyszínei, mennyi minden itt maradt. Kéne ha ilyet hallom. Ha, ez aki.
gyógyogatunk egy kicsiket. És erre is egy kiára. A másik az ugye a labirintus kulcs volt, tehát szerintem azzal a labirintusba vagyunk vissza. Oda meg egyelőre nem akarunk. Important return. I can offer you this boon. És ott van, ahogy mondtam, van még egy. Úgy. Most már 6-szor. To fare at all. Tudjuk magunkat gyógyítani. Azért az nem olyan rossz. Azért az nem olyan rossz. Later. What now? Yeah? Better be worth my time. We're done here. Mm. I'm not in the mood for chat. Anything you need? Certainly. Alapvetően tetszik egyébként, nem egy rossz fegyver.
Be safe out there. Kicsit fejlesztettünk fegyveren és páncélon is. Meg nincsen. De szerencsére a XP sokszor azok miatt elég gyorsan tudjuk növelni. Erre van itt egy luk, haha. Tű, ilyen nagy épület van ott a középen. Még nincs senki. Való, azért hangok vannak. Hát ez mit csinál? Az elég mindig. Ja, hogy a falat is át tudja törni. Nagysága. Oké. Viszont nem jelezte, hogy ez boss harc lesz. Már hogy nem volt a fel szokásos szürke ködit. Yeah.
figyelj. Akkor ugyanazt a taktikát fogjuk alkalmazni, mint a Undyingos Csakó ellen. Az nem kell, mert nincs időnk használni. Viszont ez hasznos tud lenni. Aztán mondtuk, hogy ne vegyed be. Igen, nem megidézett kis millió hangjai. Na, azok. Jó, ez most nem fog beszélni. Mert látom, nullán van a... Nem volt nálunk a fegyver. Nem mindegy. Visszakérjük azért a menet közben nagyon jó ingyenes HP-töltés. Most egész jól kikerültük a támadásait. Jól szétszúszta a házat. Úgy látom, az ebben semmi nincsen. Ott egy exit van. Inkább lenézünk erre. Hát, ha ide rejteget valamit. Hoppá. Szóval nem kellett volna széttörni?
hát az mire jó. Lehet, hogy nem vettem a létre. Na mindegy, hát most már így alakult. Tudunk belőle kinyerni. Minden bossból van valami jó. Jó, ez nagyon rossz volt. Ez egy ilyen diszkuszötő szépen. We're done here. I'm not in the mood for that. Ezt meg így maxra felhúztuk. Aha, páncéltörős. Kritikus sebzést növeli. A kérdés az az, hogy melyikre helyezzük a hangsúlyt legközelebb. Jó kérdés. Na, irány vissza.
megeldöntjük, hogy melyik minél érdemes fejlesztést továbbiakban tölteni, költeni. Úgyhogy nézem az időt, hogy egy picit elkezdjük felfedezni a következő területet, de valószínűleg nem jutunk el a következő kristályi. Kék emberkük vannak. Meg fogara. Magára az öregű a cél. Szerintem itt fogunk majd tudni, itt fölmegyünk. Itt, ahol lejött a másik is. Azért érezzük jobban magunkat.
Aha. Egy Celadus. És egy napló. Azt hiszem, az olyan furcsa volt ott az épületet. De legalább legközelebb kéne fölmászni, mert ezt már felfedeztük. Királynőről beszél. Te lehet, hogy ott mégiscsak lesz középen is egy kristály. Ott villog. Ez a szakasz számomra nem volt annyira veszélyes, mint az előző.
Na viszont, hogyha ez így itten áll. Itten áll. Az nekünk pont jó, hogy elmentsük. És pont jó arra, hogy majd átgondoljuk, hogy mire lesz szükségünk. Ezt a minomfogyasztás, hogy az a kritikus találat se tűnik nekem olyan rossznak. Meg ugye ezt a minek is egy ilyen izgalmas buli. Újra töltés sebessége se lenne rossz, hogyha több lenne. Na jó, ezt majd még átgondoljuk. Lehet, hogy egyelőre gyűjtünk. Na de addig is akkor legyetek jók, ne felejtjetek korábbi végigjátszások a YouTube-on, a blogon meg ott vannak, hogy ezeket hogyan éltük meg, na szasztok.